Csak egy kislány van a világon. Aztán nézzél, cica. Sono innamorato di Marina, una ragazza mora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore? Un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille all'ora. Quando gli dissi che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor bruciò. Marina, Marina, oh Marina, ti voglio più presto sposare. Non mi devi rovinare, oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Vigyázz, kicsi! Az ilyenek küldték meg a titkárt hidason! Menj be, cica! Rakforró fedőt a hasadra! Elvírsz vele? Ne szarjatok be! Kóstolcámot a határőr! Na, indulás! Ornica Delta! Na, akkor mi van? Van papír. Látom. Szovjet. Úgy se értem. Kínai még. Na-na. Négy nyelv. Román papírokat mutasson nekem. Mondani kell. Én mondom. Nekem muszáj. Igen, nekem ez kötelesség. Kínai. Maga nem magyar? Hál' Istennek. Felejtettem. De imádkoztam, gyakoroltam. Nagy dolog. Világkérdés. Mondom. Mi atyán ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevet. Jöjjön el a te országot. Most Románia. Tudod, miképpen. Küldték szinte Pestre. Mehetnék Bukarestbe. Nem. Nem. Én... haza. Nem haza. Előbb Szorosba. Maga visz. Szorosba-e? Delkenyesna. Völgybe. Fogságba estem ott. Felvisz. Pénzem, pénz. Azt hiszem. Ez mi? Adjak. Nem, csak mutassa. Jelöm, még csak hallottam. De adhat is. Kínai övék. Csicsa, gyere, nem mutatok valamit! Maga csak vágyjon. És tartsa a száját. Gondolkodom. Pattanj motorra.
Gyere, gyere! Gyere már! Gyere! Te! Ennek dollárja van! Telefonáltam. Jön Pista. Rendőr, jobb, ha tudja. Ez most a haj. Ennek beszélni kell, mert hanem elájul értében. Figyelek, a kínaiak fel akar menni előlük a hegyekbe. Barbéhoz menjen inkább. Azt nekem nem szabad. Így kell nekem lenni, hogy lássák mind. Mit akar tőlünk? Nekem mondani kell. Végem, ha nem. Mindent mondani kell. Mindent nem lehet. Jó is lenne. Jövök! Rablót fogtatok egyszer. Ez az a pasas. Mondta Cica. Cica sokat mond. Menj be, Cica! Jelentem, György Péter, 14.026. El van intézve. Vedd el Pista a pasast. Orosz? Orosz, kínai, angol, német. Biztos? Tanultál oroszt. De te is. Na, gyerünk. Jó a telefonod? Értettem. Várom az utasítást. Tessék. Kóstolja meg, Pista. Csöröge is szép. A pinára hasonlít. Hallod ezt, kicsi? Ezek férfi dolgok, Cica. Bizony, Cica. Férfi dolgok. De nagy feje van, Pista. Ennek a feje hajastól is csak a fele a magáénak. Latrinámmal tették a halfejet, megneheljük. Kivettük, két marakkal betartottuk a patakba, de most megettük nyersen. Még a rendes táborban, a völgyben aztán mindent, a mozgott is. Hernyó bogárgyék, lehet embert is. Tölts egy nyelletet, Imre. Mit csinálsz? Mindjárt itt a 10-20-asod. Feladat. Elvittek egy völgybe, ott felejtettek. Ott maradtunk. Jöttek a kínaiak, betörtek a határon. Fel lettünk szabadítva. Mondták, menj haza, menjetek haza. De nem szabad sem mosdani, sem meghízni. Így kellett nekünk akkor hazajönni. Mit csinál, ember? Ez is politika, várjuk meg a telefont.
És? Hova akar maga menni? Szorosba, völgybe. Elhányva ott a fegyver, muníció. Találhatnék még belőle valamit. Rosta álló volt a java. Mindig haza valamit ajándékkel. Lehet gyerekem van otthon azóta. Álmodozni, ezt mindenki tud. Én rab voltam. 19 évig. Miért? Mi nem? A tetejében Romániában. Bukunk Moldovába. Vigyen vissza Szibériába. Ez nem olyan. Nem az. Ilyetány. Mit mondott neki?
Az árulkodónak kivágja a nyelvét a pap bácsi. Ne féljem. Csak bocsánatot kértem tőle. Nem senki ez. Ott volt egy kutyaforma szikla. Ráfagyott a bakancsom talpa. Onnan tudom. Hát most nincs. Én emlékszem. Jobb felől egy másik szikla, az alatt a tisztiszállás. És elől is, mint csupa kő, be se tudtuk ásni magunkat. 9 fenyőfa volt ott köztük egy kicsi tisztás. Nincs. Nincs. Semmi sincs. Szeretném látni a falumot. És akkor maga most hova? Haza. Lehet, a maga felesége már rég férhez ment valaki máshoz. Mint cica. Maga szerint sas? Mindegy. Madár. Viteti magát a levegővel. Szerintem sas. Ott is ilyenek? Nem. Nem ilyen. A gomba se ilyen. Semmi se ilyen. Földöröse proletárok, csillagosok katonák, nagy munka már. Te mit keresel itt? Ha? Hey! 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 A kurva életbe! Melyik itt boldogan? Na, mely? Telefon. Rajotó, ven itt. Mira el meu. Venit. Jó, mi? Legalább a fiatalabbik fehér népet nézze meg. Fokolj ez! Magánzárkában ült 30 éve. Na, magáról már a minisztériumban is tudnak. Nagy ember lett. Jaj, te meg dolgozz,
a szöcs. Tél volt. 44-ben tél volt. Volt akkor is. Mondja meg, ennek azért nem ismertem föl a hegyszorost. Elváltoztatta a hó. Meg a félelem. Hadom köszönöm. De. A papírjait. Tudom milyen. Zászlós voltam. Hortiéknál. Itt ilyen rang nincs. Kosta, oszavadom a terzsó majoron. Kótace. Si nul skapade nek. Se nul piers. Alfele inkorkato. Maga sose kérdez semmit? Most demokrácia van, sőt, mi több szocializmus. A félvárost újjáépítették. A Millenniumból lett a szovjet hősök emlékműve, de most már az se kell. A klinikát megtoldották, rajoni pártbizottságot csináltak belőle. Egy csomó új nőt hoztak a szövőgyárhoz. Igaz, boldvaiakat, de azok is nők. Ott fellaktak a dombon, az új blokkokban. Ott lesz az új negyed, központi fűtéssel. A tanítóképző az apácáké. Középiskola lett. Abba is moldvai lányok járnak, de hát azok is nők, mint az apácák, nem? Majd mutatok egyet magának. Hol vagyunk? A főtérre csak emlékszik. A francba. Jókor küldték magát a kínaiak. Pont a felszabadulás ünnepére, tegnap. Még a tankok is felvonultak. Ne mondja nekem, hogy most jött. Provokáció maga úgy, ahogy van. Lejárt György Judésnek? Az ki? Átállunk a kínaiakhoz? De jobb lesz akkor a magyaroknak? Jóna! Csak vicceltem. Nem kínai maga, úgyhogy vigyázzon magára. Maradjon itt, ne mozduljon. Őrnagyelvtárs! 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 Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la... Contre nous de la tyrannie. Nem látták az őrnagyelvtársat? Az előbb itt volt. Várjuk, hogy elvigyék. Másfél jár miatta a busz is. Minduntalan lekési a vonatot. Basszák meg! A
hazug disznaja. A hazug disznaja. Döngest laposra e kemény kerekvilágot, rombolt el a természet műhelyét, s egyszerre folyts meg minden csírát, miből a hálálatlan ember keletkezik. Hangosszátok el ez őszfejet. Nem láttak egy remetét? Járt itt egy szőrös ember. Elnézést. Nem láttak egy remetét? Nem járt itt egy körös ember! Jelentem, baj van. Mi van? Eltűnt a kínai. Igazán? Na menjen Peturkához, vegye át a szovjetjét, mert még megeszi az összes kutyát. Megvan a kínai? Bakrátor. Le jour vient, brûlant comme dans un four. Et ils seront de la paille, tous.
tous les arrogants et les malfaisants. Helvetes. Je sais que les hommes sont capables de grandes actions. Mais s'ils ne sont pas capables de grands sentiments, ils ne m'intéressent pas. Gyere, bimbo! Gyere, bimbo! Hogy lesz ki gyógyul, szerinted ünnept a pont? Cred că banii dumitale trebuie să rămână aici. La noi e interzis ca persoanele particulare să posede valută. Și la urma urmei, nici n-ai ce să faci cu ea. Hârtiile dumitale vor rămâne aici în siguranță. Îți dă și chitanță. Ia fă-i o poză. Duceți-vă la Raion. Vrea să-l vadă și tovarășul prim-secretar. Dar înainte de asta, arată marea noastră cucerire. Am înțeles. Mâine la 8 vă aștept aici pe amândoi. Felismeri az almafáját.
kérem. Kérem, én 19 év után szabadultam. Szovjet hadifogságban voltam. A kínaiak szabadítottak föl. A kínai elvtársak. Ez mit akar? Ezt kell, hogy mondja. Nekem meg azt, hogy várjon. Ez nem idevalósi. Ennek maga nem mondjon semmit. De az első titkár eltársa legyen őszinte. A szekusoknak tőlem hazudhat is, de itt nem maráskodjon. Már megjött. Itt vannak. Jöjjenek be. Csókolom, Iduka néni. Elvtársi üdvözletem. Na. Jaj. Ne csinálja. Ilyenek? Egy frászt, ez a kínaiaké. Mostanra mind ilyenek lettek. A maguké hazajöhet még. Ez is itt van. Ne kérdezzem meg tőle, hogy nem látta. Ne, Iduka. Hiába. Nem tud ez semmit. Na, menjenek be. Menjenek be. Menjenek. Szegénykém, ez apáca volt, de eltitkolta. Tudja róla mindenki. De jobb ő itt, mint Angelika volt. Mi van, Mikulás? Miért nem ment egyenesen haza? De nem ment. Ehelyett mindenféle hülye helyen megállt. Mit mondtak a kínai eltársak? Hogy menjen haza csendben, észrevétlenül, cirkusz nélkül. Ne keltsen feltűnést, nem? Nekem éppen feltűnést kellett keltenem. Tavaly kibékültünk a kínai eltársakkal. Ez nem jelenti azt, hogy összevesztünk a szovjetekkel. Érzi az irányt? Annyit tesz, hogy nem haragítjuk magunkra a szovjet eltársakat magáért. A bukaresti eltársakat sem. Úgyhogy legközelebb, amikor szabadul, tisztelje meg New Yorkot, Berlint, álljon ott a feje tetejére, de nem itt, az én rajonomban. Na most akkor üljön le. Örmester eltárs, hozzon a széket. Lássuk, Mikulás, mit hozott nekünk? Gyerekeknek való holmi. Az unokáim játszanak ilyesmivel. Lebújnak a bokrok alá a kert végében, és hiába, hiába veszek nekik villanyos autót. Kínai gyártmány. De nekik csak az ilyen kacatok kellenek. Mennyit ült börtönben? Nem rab voltam én, hanem hadifogoly. 19 évet. Hátán hazajön. A Tudor Vladimirescu hadosztálya. Én magyar katona voltam. Horthy katonája. A papírokat, a pénzt elvették. A szekuristák.
A kísértetek vették el. Elitta. Hát ez meg miféle kő? Sztálin sírjának egy darabkája? Ott azt mondták, urrán. Uránium? Ott úgy hívták. Ezt fejtettük. Az ólombányánál jobb. Ez rossz vicc. Uránium? Felkapott egy darabka uránt, és elhozta emlékbe idáig. Ha? És még él? Élek. Még csak 47 éves vagyok. Szeretném önnek elmondani, feladatom szerint. Kínában már egy sincs. Sokoldalúan fejlett ország. Csak ilyen volt. Ez hajszálra olyan, amilyennek elképzeljük az ilyeneket. Hát milyen legyen? Majd meglátjuk. Annyi szent, hogy ez így nem mászkálhat tovább. Hozza be nekem azt a demizsont. Nem kéne, titkárelvtárs, mert nem szabad. És hívjon Mikulásnak egy borbét. Aztán kérjen a raktárból egy rendruhát, se szépet, se csúfat, fél elegánsat. Leszarom a kínai jeltársakat! Nyírják meg! Azt nem lehet, a hajam kell. Mi maga? Sámson a Bibliából? Normális embert faragunk magából. A kínaiak szerint egészséges vagyok. Jó levegőn élt, nem? Nyugodtan, az erdő csöndjében. Nők nem tartották izgalomban. Az étel nem hiszem, hogy túl zsíros lett volna. Ettem már én is fakérget, még csak nem is volt olyan rossz. Nem pocsékolta el az erejét, mint mi idehaza. Megmaradt. Maga előtt az élet. Jó kis állása lesz. Ilyen a békeharc, lovász elvtárs. Hogy állunk? 343-nál tartunk.
jöjjön. Lásson hozzá, lásson hozzá. Ide majd felsepel. Szoktam nyírni a titkárelvtársat, amikor fölmegy Bukarestbe. Zenét. Tudja, mi a nemzetközi helyzet. Most már rövidesen be kell, hogy jöjjön az országba a külföldi segítség. Van rá párthatározat. Megteremtjük a sokoldalúan fejlett társadalmat. Vannak még persze átmeneti zavarok, de majd csak viselkedjön jól, és ne keltsen feltűnést. És tapírozzuk egy kicsit, szépen hazamegy a falujába, dolgozik. És ott nyugton lesz. Talán mégse kellene kopacra, titkár elvtárs. Nehogy rosszat higgyenek a népek. Legjobb divatosra, mambósra. Annak már lejárt tisztelettel. Mikulás. Jó. Maga egészséges. Most már egészen normális. Halljuk, mi a neve? György Péter. Péter György. Azaz Petre Gyorgyi. Gyorgyi Petrescu. Petrico Gyorgyiu. Nem, legyen inkább Szűcs István. Volt nekem egy barátom, István Szűcs. Leopárd szagot érzek. Egyenruhaszak, titkárelvtárs, tetűpor. Heliotrop titkárelvtárs, Grósz báró használt ilyet. Meg Orbán tanár úr. Túl értelmiségi lesz ebben. Még nekem sincs ilyen ruhám. Megáll az eszem, ez újjászületett. Dobja le magáról a rongyokat. Istenem. Öltözzön fel, majd megmosakodik. Pénzt, órát, karikagyűrűt nem kaphat a titkárelvtárs?
Ez elég. Ennyit ad az állam. Ez a ruha nem az Orbán tanáré volt? Rég volt. És most tudományos kísérlet következik. Megnézzük, milyen hatása van az urániumnak a potenciára. Őrmester Eltárs, vegye és vigye, tudja hová. Irmához? Tudja, persze, hogy oda. Az a nő a központnak van. Hát legyen neki is egy szörnyű mindenlapja. Irmához, hát persze. Petru Georgiou fejedelem lesz az éjjel, mint a Mihail vitézünk. Pista barátom, vigye el Irmához, utána majd számoljon be Moldovánnak is. De aztán ne vessenek, mulassanak. Csinálj egy képet rólunk. Ne öltözzön fel, essünk túl rajta. György Péter vagyok. Igen? Nekem más nevet mondtak. Petru Georgiou. Mindegy. Jó. Az illegális kommunista pártban is csupa magyar fejes volt. Meg bulgár. Én inkább a katolikus mozgalomban voltam. Na, milyen? Jó. Félelmetes. Maga állítólag már 20 éve nem látott nőt. És most semmi. Leülhetek? Ott jobb magának? Engem csak mozdani küldtek. Aludni. Küldték? Megmondom én, hogy ki küldte. Ez a fasz küldte. Ezt küldte hozzám. Egy ember van a városban, sőt, az egész világon. Egyetlen egy ember, akivel soha nem feküdtem le. Az első titkár elvtárs. Azóta rám szabadít minden hülyét. Hadd készítsenek ki. Azt hiszi az elvtárs, így elfogyok, nem? Arra várhat. Ítélet napig. Nem szalonna az, hogy elfogyjad. Mi az az az? Hát, az. Mondja ki! Nézze, előtte nem kell megjátszani magát. Én állami kurva vagyok. Illetve járási. Mondja, mit kíván tőlem? Kér pálinkát? Van. Jó kis üsti, meg van finom sonka, a protokoll alapból. Akarja, hogy megfürdessen?
Magához térne. Sokan úgy szeretik. Csak simogasson. Ne irtózzon tőlem. Kérem. Akkoriban a mozi mellett laktunk. Sarita Montiel filmjeit néha 20-szor is megnéztem. Az első titkárelvtárs szinte minden este nálunk vacsorázott. Azt mondta, pont olyan vagyok, mint Sarita Montiel. Az uram meg ott hagyott vele. Nem hagytam magam. Nem és nem. 7 éve vitték el az uramat. Azt mondják, él, csak tegyem a dolgom. Az apám meg az anyám egy szemüveget használt. Talán, mert nem akarták látni egymást. Lehet, hogy engem sem. Nem öltöztettek sejembe, bársonyba. Pedig szép kislány voltam. Ez micsoda? Üzenet. Milyen üzenet? Ha nem élnek. A nevükben is mondanom kell. Ez nem csak kínai feladat. Ezek azt mondják, hogy mese az egész. Szibéria, a kínaiak. Hm?
Nem akar megnézni? Lenne mit mesélnie. Ki a fenét küldtek már megint? Így nem tudok dolgozni. Hétfő a maga napja, doktor úr. Hétfő magát vizsgálom meg, tündérke. Meglátjuk, mit szedett fel a kínaiaktól. Péter, kicsit meg kell, hogy vizsgálják. Nehogy szívroham érje miattam. Ön állítólag hosszú ideig egészségtelen környezetben élt. Ne féljen, itthon majd vigyáznak önre. Ki mondhatja el ezt magáról? Se egy Dák Oromán, se egy Bozgor. Kérem a karját. Katona lánymantra cároljon a doktor, én érzem. Füstös bográs szagú. A híres doktor Balog, aki azzal henceg, hogy idegsebész volt Pesten, és cigányokhoz jár. Jó esik, hogy féltékeny tündérke. Rendben van. Biztosan nem evett sok zsíros ételt, és sokat mozgott szabad levegőn, ugye? Nekem ezt megtiltották, de el kell mondanom. Mi rólunk megfeledkeztek a... A lelkével forduljon a Szekuhoz. Ennek küldetése van, mint a maga íróinak. Remek, remek. Jó a manikűrje. Remekül konzerválta magát. A gyomra rendben? Még enni sincs kedve. Pompás. Egyéb panasz? Nem érzek semmit. Boldog ember. Invesző herék rendben. Rendben? Miért nem vizsgálja meg tisztességesen, ha már ránk küldték? Az elvtárs, mint a bakja? Tündérke, van egy erős, egészséges, új állampolgárunk. Megszaporodott az egységes nemzet. Tamási Áron, akit volt szerencsém személyesen ismerni, azt írta. Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Sajnos, úgy látszik, tévedett. Na, jó szórakozást. Kitartás, elvtársam. Pár tündérke, hétfőn. Most szeres engem. Úgy igazán. Lehet, hogy beteg vagyok. Orvost küldtek. Most hazaérkeztél. Mondjuk az, hogy maga most 40 éves. 32. Legyek 32. Gyere. Gyere, szeress! Gyere, szeress! Igazán! Gyere, mondd! Mondd, mit csináljak? Mi jó neked? Gyere, mondd el! Miről álmodtál ott a Pricsen? Egy völgy szorosról. Megvan az. Megvan az. Semmi se vészel. Megvan az. Megtaláltad. Gyere! Megleheted. Hazaértél. Maga nagyon szép asszony.
A dombok. A völgyek. Itt. Itt. A mellem. A mellem mögött. Itt kell fel a nap. Leszek felleg is. Felleg. Veled megyek. Veled be. Elkésünk az Istenit, igyekezzen, nem esküvőre megy.
Jej kiele, Czeranżyska sa. Música! Kapitány elvtárs engedélyt adott, hogy kínaiul beszéljek. Könyvből tanultam, és eddig nem volt alkalmam gyakorolni, ezért vállaltam ezt a tolmácsolást. Egyébként latin tanár vagyok. Egy kicsit orosz is. Nincs itt sem, auko náci niente. Ön nem beszél kínaiul? Nincs itt sem, auko náci niente. Nem hall engem? Lehetséges? Lejárt az időm,
Tehát az első kérdés. Hogy bírta ki azokat a rémes éveket? 如果你受得了，或许不是那么可怕，是吧？ Ha kibírta, talán nem is voltak olyan rémesek. 反正这也是你活该受的罪。 Más kérdés, hogy megérdemelte, amit kapott. 如果你还有点尊严的话，早就死了。 Ha van magában egy kis becsület, belehal. 你装聋作哑是当然的。 A sikettség természetes, de kevés. A tetejében volt képe elvállalni egy idegen hatalomtól egy felforgató feladatot. Ezzel a rémséges kinézetével akarta megzavarni a békés, szocializmust építő ország hangulatát. Az ország kedélyét, közérzetét. Fontosnak tartom, hogy pontosan, helyesen beszéljük az anyanyelvünket. Ön tehát alkotmányellenes cselekedetet követett el, amikor olcsó külsőségekkel, feltűnést keltve, azt a benyomást kelti egy békére vágyó közösségben, hogy némely nagy hatalmak... Döntöttek. Maga nem létezik. A maga története nem időszerű. Vagyis a maga története nincs. Nem beszélhet róla. Az aszfaltozóknál fog dolgozni. Magával az történt, hogy szabadulása után 1946-ban Ukrajnában összejött valami háborús özvegyasszony. Arrafelé bőven akadt kiéhezett fehér nép. A szovjet nép sok hősét feláldozta a háborúban, maga pedig kanos fajta. Az éjjel is nőre ment elsőnek. Be is volt ilyen. Szarva, mondja a kapitány elvtárs, hogy itthon felelősségre vonják a háborús büntetteiért, és ezért letelepedett ott. Érthető? Mostanra elunta az ukrán bálisnyát, kérelmezte, hogy engedjék haza, mert már itt is jobb világ van. Demokrácia. És engedélyezték. Még úti költséget is adtak. A nyugtát a dollárokról majd aláírjuk, jó? Most elmehet. Hájó, fogalmi a sem a Szibólia, hez a Tágyisztán. 更不用提北京了，都不存在。 A maga története Szibériáról vagy Tadzsikisztánról, még kevésbé Pekingről nem létezik. Bármi problémája adódna, forduljon Moldován kapitányhoz. Kap majd egy telefonszámot. A jelszó Asabad. Közölje, hogyan fogadták, miket mondtak az aszfaltkeverők, hogyan viszonyultak bizonyos kérdésekhez, a nemzetközi helyzethez, az otthoniakéhoz is. Ennyi. To te má pězda, mladí. Čini mádu. Menjen az anyába. Menjen az anyához.
Irma asszony, itthon van? Miféle Irma asszony? Ön álmodik. Megnézhetek? Tessék. Álljon le. Elegem volt magából. Induljon. Menjen. Menjen! Menjen! Ez a baj Péterben. A föld. Akkor sem a magáé, ha megtalálná. Ce ești, măi, flăcăule? Bă, tata ai, măi, dona, auzi, cu tine vorbesc. Hai, ce cu tine? Hai, întinde-o, că dacă mă supăr, ia vezi.